Az iskola Kossuth téri épületének udvarán a negyedikesek felidézték Szent Márton életét. A negyedik B-osztályos gyerekek rajzolták le Szent Mártonnak a történetét, az van ide kifüggesztve a táblára, és néhány perc múlva, hogyha elkezdődik a rendezvény, akkor két negyedik B-osztályos kislány elmondja Szent Mártonnak a történetét, és aztán énekléssel majd a felvonulás is kezdetét veszi, amely a város házánál éri el a csúcspontját, a városháza előtti téren, ahol liba énekeket, illetve libás játékokat mutatnak be a gyerekek az ott jelenlévőkkel, de közben amíg mennek a kis lámpásaikkal, az érdeklődőket kínálják majd libasütivel. Kovács Miklósné igazgató köszöntője után a győrfis gyerekek, a szülők osztályonként más-más libalámpásokkal és süteményekkel libás dalokat énekelve vonultak végig a főtéren, a sétáló utcán át a városháza előtti térig. Már régóta tervezgettük, hogy egy új hagyományőrző programot kellene megvalósítanunk, és a kollégáim az ötletgazdái annak, hogy legyen egy mártonnapi lámpás felvonulás, amiben bekapcsolódnak a kis óvisaink is, akik a fecske csoportban vannak, illetve az alsó tagozatos gyerekek. Nagy támogatottságra leltünk a szülőkben is, akik hetek óta készülnek a gyerekekkel, tanítókkal együtt, készítik a lámpásokat, amit kis ludakkal díszítenek. Hogyha az idén sikeres lesz ez a rendezvényünk, akkor jövőre meghívjuk a többi iskolának a tanulóit is ehhez a felvonuláshoz, hiszen ezek a kis lámpások, amelyek a szeretetnek a fényeit jelképezik, azokat elviszük az emberekhez, elviszük a családokhoz, hiszen itt is az a célunk, hogy a családok együtt is töltsenek egy rövid időt ezen alkalomból. Ott hatalmas kört alkotva folytatódott az éneklés, majd az iskolába visszatérve a szülői munkaközösség tagjainak köszönhetően lila hagymás, zsíros kenyér és forró tea várta a gyerekeket. Aztán sütötték a libasütiket, hiszen a liba lakoma sem maradhat el a Márton naptól. Aztán ma délután már készültek a zsíros kenyerek, készült a forró tea, hogy amikor a Márton napi lámpás felvonulásnak vége lesz, és újra visszaérünk ide az iskola udvarára, akkor meglegyen a libanapi, a Márton napi liba lakoma is.